Floppy megsemmisítés próba. Ez majdnem teljesen tele van. Átmásoltuk a cél, ami rajta volt. Aztán majd jöhet a próba mindjárt. És akkor a jó öreg neodínium mágnes. Kicsit megjáratjuk rajta. Ja, még onza is. És rá is tapad. Ez tényleg bírja. Két perc után nézzük, mi történik. Szerintem ez a Floppy lemez még kifogástól alul működött. Na, nincs ilyen meghajtó. Na, hát az előbb már föl se ismerte. Akkor nézzük most, mi történik vele. Körülbelül két percig hagytam rajta a mágnest. Küzd is vele. És egyébként ez egy jó Floppy volt. Egy 10 perc kb. Ha eltelt, de a rendszer óra alapján majd később megmondom mennyi. Aha, és itt a vége, 100%. És ahhoz képest egész jól túlélte. Került rá 37 kB betszektor. És egyébként a többi úgy látom megvan. Na, mindjárt másolunk is rá valamit. És másol rá vissza. Akkor próba újra. És most visszamásoltam azt, ami rajta volt. És működik, minden visszakerült rá. És akkor most egy újabb lemezzel. De ezt most leformázom, hogy lássuk, hogy mennyi hibás szektor van rajta, ha van. És vége. Ez egy teljesen hibátlan lemez. A muffin kész minden otthon. Így mehet az ára egyből a bringára, amit annyira szeretnék. Ezt most nem is mágnesezem két percig, csak ennyit, amennyi itt a videóban van. Ebből fél perc, ha volt. Adatok ugyanúgy eltűntek.
ez gyorsabban halad. És már a célegyenesbe 100% ott is van. És nem csinált rajta rossz szektort. Tökéletes. És mindent lehet olvasni is. És mind a két lemeznél ugyanaz történt, mágnes után adatok letörlődtek, lemeznek nem lett baja. Vagyis a teszt alapján, hogyha nagyon sok adat flopit kell letörölni, akkor ez a legegyszerűbb, végighúzni rajta a mágnest. Aztán már adatok letörölve, újra formázás után lemez használható marad. Hogyha ilyen sok flopitok van, mint itt, és mindegyikkel le kell törölni az adatokat, ez a legegyszerűbb.